akkor ez itt az átlátszó podcast, az átlátszó podcast adása, és vendégünk itt a Déri Miksa utcában Révész Sándor és Kőszeg Ferenc, ami azért érdekes, mert a legendás beszélő című folyóiratnak is ugyanebben az épületben volt a székhelye, és mind a kettő legendás szerző a beszélő folyóiratnak munkatársa volt, illetve főszerkesztője, meg szerkesztője, meg szerzője. És most akkor ezen a kultikus helyen egy húsbavágó vágó témával készültünk mára. A választásokról fogunk beszélgetni, amelynek kettő apropója van. Egyfelől Révész Sándor, akivel dolgoztam együtt a HVG-nél, ugyanott, ahol egyébként Kőszeg Ferencnek is szerkesztettem szövegeit, és Kőszeg Ferenc jelen pillanatban az átlátszó blogol. Ennyi érintettség jelezni, ennyi érintettséget jeleztem a jelenlévőkkel, zárójel bezárva, szóval két apropója van ennek, egyfelől Révész Sándor írt egy könyvet a magyar választás történetről, pontosabban ennek egy részéről, 1905-től indul, amikor is akkor meglehetősen nagy meglepetésre először nyert az ellenzék a kiegyezés óta. Parlamenti választáson, tehát először nyert az ellenzék parlamenti választáson egészen a mai napig, és hát a mai nap, ez a másik aprópó, hogy választások közelednek, ezen a héten vasárnap rendezik az országgyűlési választásokat Magyarországon. Én Sándort kérdezem először már csak azért is, hogy utána meg Kőszeg Ferencnek adhassam meg a szót, hogy aztán az egészet opponálhassam majd végül. Szóval, hogy abban a folyamban, amelyet felelevenítesz, és amelyből néhány évtizedet hagy csak hagysz csak ki, mondván, hogy a pártállami választásokat olyannyira sem tartod versengőnek, mint mondjuk a horti rendszer választásait. Milyen olyan törvényszerűséget vélsz felfedezni, amely a mai napig hat, vagy amelyik akár a napjainkban is meghatározza a magyar választást? Ilyen törvényszerűség nincs, mert hogy Magyarországon 1990 és 2010 között tisztességes választások voltak, előtte és utána pedig nem. Tehát semmi olyat nem tudunk mondani, ami az összes választása igaz. Szóval nem, de minden esetre rengeteg olyan választás volt, ahol az ellenzéknek igazából nem volt esélye, még akkor sem, hogyha nyert, még az 1905-ös győzelem sem válhatott igazi győzelemmé, igazi rendszerváltásá. Mik pedig azért, mert a rendszer megváltoztathatatlan volt, adott volt külső okokból. Ilyen volt az első világháború végéig, az, az osztrák birodalom fölbomlásáig, és ilyen volt a második világháború után a rendszerváltásig. Nálad hogy a szót, és szerinted választási, győzelem esetén az ellenzék rendszerváltásra volna képes 2022-ben? Igen, azt hiszem, hogy igen, mert hogy, mert hogy most nincs olyan külső tényező, amik akadályozná azt, hogy egy tisztességes, normális polgári demokrácia legyen Magyarországon, mint ahogy volt 90 és 2010 között. Mondjuk nem biztos, hogy tisztességes, egyáltalában nem tökéletes, egyáltalában nem teljes, de mégis a rendszerét meg akarom határozni, akkor az volt. Kőszeg Ferenc írt, két részes recenziót írt Révész Sándornak a könyvéről, itt az átlátszón, illetve Pénteken jelent meg a legújabb bejegyzése szintén ezen a felületen, amelyel a most vasárnapi választással foglalkozik. Én ugyanezt szeretném megkérdezni, hogy lát-e bármiféle hasonlóságot a korábbi választások és a jelenlegi helyzet között, illetve azt, hogy szerinte rendszerváltást jelenthet-e ellenzéki győzelem 2022-ben? én látok a magyarországi választások történetében valami ismétlődő jelenséget, folyamatosságot. Erről egyébként már korábban is vitatkoztunk a Sanyival. A visszatérő sajátosságnak azt gondolom, hogy újra meg újra létrejön egy olyan, ilyen óriás párt, amelynek a hatalmát Ebben meg lehetne dönteni, de mégis olyan, mégis az történik, hogy nem, dönt, nem, nem sikerül megdönteni. Tehát ugye eh, 1867-ben a kiegyezés után, akkor elindult egy egy választási rendszer, természetesen a 19. század eh, szűke, szűkebb eh, szabadságfoka eh, figyelembevételével, tehát hogy hogy, hogy viszonylag kevés embernek volt választójoga, de ennek ellenére ez kialakíthatott volna egy, egy ö, demokratikus választási rendszert. Ezzel szemben 75-ben létrejött a két szabadálló pártnak és a deák párt maradványainak az egyesülése, és attól kezdve nem volt olyan helyzet, nem volt olyan párt, amely megkérdőjelezhette volna a, a, ennek a kormánypártnak az uralmát. Eh, pontosabban egyszer történt meg, 1905-ben, eh, csak hát ott meg az volt a hiba, hogy a a, eh, a politikába belekezdő be, be, pártok olyan, olyan dolgokat próbáltak keresztülvinni, amelyek valóban, ahogy a Zsanyi mondja, eh, ellentétesek voltak a kiegyezés rendszerével. Nem, nem lehetett megcsinálni azt a fokú függetlenséget, amelyet az ellendéki pártok szerettek volna, fenntartva a kiegyezés rendszerét. Tehát gondolok minden, mindenek előtt például az annál a külpolitikára, a magyar vezényleti nyelvre, nyelvre, és így tovább. De, de, de valami, de... Fejezd be, és mostán <gém> reagálok. <gém> És hát, hogy, hogy, igazából az a, az a, e, tehát ugye formálisan, tehát csak papíron nézzük, akkor olyan, mint hogyha, mint 2010-ben egy e, e, új korszak kezdődött, de valójában nem kezdődött, mert hiszen Istvánnak a, Nemzeti Munkapártya, ha jól emlékszem, a nevére, az minden, minden tekintetben, már csak azért is, mert ugye Tiszák István, Tiszák Álmán a Tisza fia volt, tehát a folytatása volt a szabvevő párt kormányzásának. És a, ami aztán még érdekesebb, hogy hát miután ez az egész dolog összeomlott, a két forradalommal, meg a, a 22-ben, megint visszaállt az, hogy a két nagy párt egyesült, és tulajdonképpen megint megdönthetetlenné vált a, a kormányzó párt, mint egy nem is vesztett választást. Átalakult a, 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 a politikája, az ideológiája, a személyvezetése, a neve, minden, minden átalakult, csak éppen nem vesztett el sosem egy választást. Tehát ezzel szemben ö, ö, újdonság tényleg, amit ö, 90 és 2010 között történt, hogy hogy ö, ö, megbuktak kormányok, majd, ö, és, én, és hát, a, a, hogy befejezem az, az egész gondolatra, 2010-ben a Fidesz nagyon tudatosan ezt próbált újraépíteni, és hát egyelőre sikerül. Tehát, hogy ne lehessen megdönteni a hatalmat. Hát azt gondolom, hogy ez a törvényszerűség az első világháború végéig állt fenn, és a kommunista korszakban. Akkor volt egy olyan hatalom, amely meghatározta kívülről a rendszert, magát a rendszert nem lehetett megdönteni, ehhez nem volt erő, sem az osztrák monarchia. Megdöntéséhez, sem a Szovjetunió megdöntéséhez, tehát akkor szükségszerű volt, hogy egy ilyen megdönthetetlen párt legyen. Ez nem volt világtörténelmileg szükségszerű, sem a két világháború között. Nem volt olyan külső determináció, ami nem engedte volna, hogy Magyarországon egy olyasféle polgári demokrácia alakuljon ki mint amilyen mondjuk Csehszlovákiában kialakult. Hogy ez nem történt meg, annak belső okai voltak, és 1990 óta sincs olyan külső determináló tényező, ami miatt ennek így Most kellene a maza, féle Csehszlovákiára gondolta. Igen, persze. Jó, azért egyértelműsítsünk. Akkor elmondom a kritikáimat mindazról, hogy mi elhangzott, hogy így lendüljünk tovább. Úgy beszélsz, Sándor, a demokráciáról, mint hogyha annak valami egyértelmű világos sztenderdje lenne. Ez megjelenik a könyvedben is. Most is azt mondod, hogy teljes, tökéletes ilyen kifejezéseket használtál. Szerintem ez ennél sokkal képlékenyebb ö, fogalom és nincsen egy olyan séma, amelyet a legkülönbözőbb társadalmakra rá lehet húzni, és azt lehet mondani, hogy íme így működik a demokrácia. Ezek a szabályai, ezeket meg kell tartani. Nagyon-nagyon különböző állapotokról beszélünk, amelyet még szintén a demokrácia fogalma alá tudunk besorolni. A második az, hogy amiben egyébként részletesen foglalkozol a könyvedben, mint hogyha kevesebb figyelem vetülne az 1945-ös választásra, amelynek ugyanaz indulói erősen meg voltak rostálva, szinte teljesen, de hogy a versengő elem nem, hogy nem volt belőle kizárva, hanem a nép akarat megjelenése egyáltalán nem volt ö, megakadályozva, a nép akarat érvényesülése már inkább, de maga ugye ez a választás aktusáról nem mond el semmit, hanem a politikai rendszerről, ami... Ben a választás érvényesül, a... és ez is... De ez egy... én is ezt írom. Az 1945-ös választásokról, amelyel nem foglalkozom kevesebbet, mint a többi Ez így van, csak amit a könyvedbe vezetőjében is e, írsz, illetve végighúzódik a könyvön, és ahogy most is interpretáltad azt, hogy két évtized volt összességében, amely szabad választásokat hozott, se előtte, se utána. Innen a 45, mint előkép kimaradt, pedig szerintem az 1945-ös állapot, az rengeteg mindent jelent 1990 után is, már csak azért is, mert azok a generációk, amelyek akkor próbálták először ki magukat, annak tevékeny szereplői érkeztek meg, immár ott. Valamit nem olvastál, ö, ö, valamit félreolvastál. Én pontosan azt értem a 45-ös választásokra, amit te mondasz, ö, hogy a választás szabad volt, na de a választék. A választék tudom, meg nem ez volt is szabad. a cí ez is a címe. Ez is a címe. De én tudom, hogy magában ebben a fejezetben 90 ez tartózkodik. után pedig a választék is szabad volt. Ebben és ez az... hatalmas különbség. Hát már mennyire, erről majd hatalmas majd, hatalmas erről, még, erről még vitatkozhatunk. Szóval, azt akarom mondani, hogy a 45-ös tanulságok szerintem 90 szempontjából is fontosak, illetve az, amit előbb mondtam, hogy hogy beszélsz a demokráciáról, mint hogyha ez egy standard típus lenne, ez szerintem egy hiba, és a jelen megítélése szempontjából is szerintem problémákat vett Ez föl. attól függ, hogy milyen magasról nézel le a dolgokra. Mert hogy vannak tipizálható társadalmi, gazdasági, politikai rendszerek, ezek besorolhatók. korok szerint megmondható, hogy nagyjából a világ melyik része tartozik ide, és a polgári kapitalista demokrácia a liberális demokrácia az egy ilyen rendszer. Azt le lehet írni, ahhoz tartozik a világnak egy csomó országa, a többséges sajnos nem. És ezeknek vannak normái, értékei, közös vonásai, a legfontosabb közös vonása az általános, titkos és jelentős mértékben fair választások. Feri. Azzal kapcsolatban, hogy a demokrácia mennyire standard fogalom, és mennyire valamiféle spektrum, és azon nagyon-nagyon sok fajta valami helyezhető el. Hát nagyon-nagyon sokféle hibája lehet, működés hibája lehet a demokráciának. Azt gondolom, hogy vannak olyan súlyos hibák, hibák amikor már nem beszélhetünk igazán demokráciáról. Például az, hogy a, a tömegkommunikáció ilyen mértékben ki van sajátítva a kormányzó párt által, ez megkérdőjelezi azt, hogy Magyarország jelenlegi, a jelenlegi helyzetében nevezhető-e demokráciának. De nem beszélnék teljes általánosságban a demokráciáról, hogy egyáltalán ezeknek az országnak a belső viszonyairól, mert ezek nagyon sok dologban állnak össze. Tehát a választásról van szó. A kérdést én úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy van -e egy olyan, olyan, választási rendszer van-e az országban, hogy a kormányt ki lehet cserélni. És ezzel a kérdéssel kezdődik egyébként minden ilyen emberi jogi vagy demokrácia elemzés, hogy le van-e lehetősége az ország lakosságának arra, hogy megváltoztassa a kormányzatot. Na most a válasz erre nem olyan egyszerű, mert azt gondolom, hogy, 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 vannak olyan helyzetek, és ilyenben élünk jelenleg is, amikor meg ilyen is erőteljesen jellemezték ezt, jellemezte ez a helyzet a 45 előtti választásokat, hogy formálisan fennáll a lehetősége a kormány megváltoztatásának, mégis annyi akadályba ütközik, hogy, hogy ténylegesen nem történik meg. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan ország ahol a gyakorlati tapasztalat, tehát a tények alapján kiderül az, hogy nem lehet megváltoztatni a kormányt, ott a nagyon is megkérdőjelezhető, hogy demokrácia van-e. A harmadik kritikám, hogy megjegyezni való, az pont erre vonatkozik. Kérdeztem tőled, hogy szerinted rendszerváltást 2022-es választás, az magával hozhat el, erre határozott igen nem feleltél. Mindkettőtökkel szemben nekem, vagy én jóval megértőbb vagyok a fennálló rend maga folyamatában, ami nem azt jelenti, hogy egyes pontokon adott esetben ne lenne verbálisan legalábbis sokkal ilyen fulminánsabb véleményem róla, Mindeközben nekem meg az a véleményem, hogy választáson rendszer Magyarországon legalábbis ameddig bizonyos feltételek fennállnak, nem változtatható meg. Én nem látom azt az utat, amit te mondasz, és ez nem feltétlenül külső erők csupán, a, hanem ha már demokráciáról beszélünk, és az ugye már népuralmat jelent, az. Szerintem most már elfogadható szociológiai tény, hogy a magyar nép egy komoly része, talán a teljes választókról népesség negyede-harmada, a tényleges választóknak meg közel fele a mindenkori jobboldali erők, és hogyha abból egy van erő mögött sorakozik föl, és védeni fogja az általuk kialakított kormányzást. Na először is oda térjünk vissza, hogy ha arról beszélünk, hogy mi mindent neveztek demokráciának, akkor az valóban nagyon sokféle, és valóban nem írható le lényegében sehogy sem, mert hogy a diktatúrákat és demokráciának nevezték. Ugye a hivatalos elnevezése a pártállamnak egyrészt proletár diktatúra volt, másrészt népi demokrácia. Mind a kettőt magának vallotta, tehát van a demokráciának egy olyan értelmezése, amelyben demokrácia és diktatúra az ugyanaz a rendszer. Az egy rendszer. Na most, hogyha elfogadod, mind, elfogadsz mindent demokráciának, amit a fennálló hatalom annak nevez, akkor egy teljesen értelmezhetetlen kategóriához jutsz. Akkor az egészet el is dobhatod. Én nem erről beszéltem, hogy amit elfogadok, elfogadok, amit mi ő arról, mi, mi, arról, arról beszélünk, vagy legalábbis én arról beszélek, hogy a hogy az eddig ismert és lehetségesnek ismert rendszerek közül igazán az, amelyik a demokrácia pozitív értékeit fölmutatja, az a liberális polgári demokrácia és tisztességes választások, vagy legalábbis jelentős részben tisztességes választások csak ilyen rendszerben folytak, ilyen rendszerben viszont folytak. Az igaz, hogy hogy rendszereket nem nagyon döntöttek meg választások útján, mert ugye a pártállam azt, azt 89-ben döntötték meg a 90-es választások, már csak azt döntötték el, hogy ki kezd kormányozni egy ilyen rendszerben. Ez igaz. Viszont ehhez a 2010-ig fönnállt rendszerhez, ami polgári demokrácia volt, ehhez vissza lehet térni a jelenleg ellenzékben induló, együtt induló pártokban, amelyek nagyon sok rosszat tudnék mondani én is. Ez a hajlam minden esetre megvan, meglehetősen erős, és másféle rendszerben nem is tudnának együtt létezni, miután egyik sem akkora, hogy kisajátíthatná a hatalmat. Ez meg kell nyerni ezt a választást. Szerinted? Um... Én mindig azt mondom, ami szerintem van. Tudom. Sohasem azt, amit te szerinted van. Ez, ez de ezzel te is így vagy. Persze. Úgyhogy ez egy fölösleges megjegyzés volt. Néha az ember fölösleges megjegyzésekre így ragadtatja van. magát. Így van, én is szoktam ilyenre ragadtatni magam. Így van. A következő miatt, és ezt felének is mondom, nem gondolom azt, hogy feltétlenül igazad lenne. A nem, én nem arról beszéltem, hogy a demokrácia az azt kell elfogadni a demokráciának, amely rendszer magát így hívja. Na de hát a ténylegesen illiberális aténi demokrácia. Egészen a svájci népszavazásos és egyébként a kormányt helyén hagyó parlamenti választásos rendszeréget számtalan struktúra van. Szerintem a demokrácia már amennyiben kiemelt fontosságot tulajdonítunk ennek, majd mindjárt elmondom, hogy én miért kevésbé. Szóval az nem egy lárpullár dolog. Abban az eset, tehát nem csupán arra való, hogy az emberek ott szavazzanak, és aztán létrejöjjön majd valamilyen összetételű kormány. Van ennek valamiféle funkciója, például az, hogy lehessen tudni az, hogy mi közül döntenek. Ténylegesen, a tényleges akarat Érvényesülni tudjon. Ha és kizárólag az akarat az nem csupán ilyen személyösszetételt jelent. Leentheti azt is, tehát, hogy nem szeretném azt, hogy Gipsz Jakab legyen a miniszterelnök, hanem én szerette nagy katót szeretném, és pusztán ennyi a demokrácia, akkor valószínűleg ennyivel le is tudtuk. De mondjuk, mondjuk nincsen lehetősége kiformálódni a különböző alternatíváknak, és ennek következtében az alternatívák között nem lehet dönteni ténylegesen, ha elfogadjuk azt, amiben én nem hiszek, de te inkább, hogy ennek van egy ideáltípusa, hogy mi a demokrácia, akkor az mindenképpen csak egy csökevényes formája lehet. Hát az ideáltípus az mindig olyan, amik nem valósul meg. Az ideáltípus az, amihez mérni lehet egy adott rendszert, hogy mennyire olyan. Hát ez az ideál típus fogalma. De szóval szerintem ez a megközelítés nem igaz, amit, amit előadtál. Mert ez egy, ez egy hát hogy mondjam, így mondjam, hogy hagyományos a demokráciát, a demokráciai kritikának egy, egy, hagyományos formája. Valójában arról van szó, hogy azért a, a pártok között vannak eltérések. De persze, hogyha a, mondjuk a, az amerikai demokratákat és, és republikánusokat a bolsevik pártal hasonlítjuk össze, akkor a bolsevik párt szempontjából egy kutya. De hát igazából nem erről van szó, mert a, a demokraták társadalomképe politikája és a republikánusok politikája képek között jelentős különbségek vannak, és egyáltalán nem mondanám azt, hogy csak az egyik jó, csak azt gondolom, hogy vannak ilyen elemei, olyan elemei, és hát a választás arról szól, hogy a nép ezek közül választ. Nem gondolom azt, hogy az amerikai választási rendszer a világon a legjobb, de ez egy olyan választási rendszer, amelyik belefér abba a fogalom fogalmi rendszerbe, amit demokratikus választásnak szoktunk nevezni. Stimmel, ezt mondtam, és a, egyébként a demokraták meg a republikánusok színeváltása 200 év alatt a legjobb bizonyíték arra, hogy, hogy ö, adott esetben teljesen amorf és alaktalan dolgok tudnak demokrácia címszó alatt egymással mérődni. De én még csak nem is erre utaltam, hanem azt mondtad, hogy liberális és polgári demokrát tettél egy felsorolást. A 39-es választásról azt írod, hogy ez volt az első olyan, titkos választás, döntött, vagy rendeztek meg, ezt nem te írod, ez a tény maga. Tehát a korábbi horti korszakban Betlen István által választójogba erőltetett vidéki nyílt szavazást nem alkalmazták először 1939-ben, és láss csodákat, ez a demokrácia ellenségeinek majdnem teljes diadalát hozta. És erre te azt mondod, hogy ez azért van, mert hogy a választás titkos volt, de nem volt demokratikus. Én ezt nem nagyon tudom értelmezni, de szerintem a, a választás nem volt elég szabad, mint ahogy a társadalom maga nem volt elég szabad, nem demokratikus. És ezek a fogalmak nem, hogy nem helyettesíthetők. Tudom, te nem helyettesíted, de van, akik helyettesítik. Nem, hogy kiegészítik egymást, hanem adott esetben egymással ellentétbe kerülhetnek. A liberalizmus, a szabadságvágy és a demokrácia. A már egyébként emlegetett Svájcere csomó esetben jó példa 1990-ben szűnt meg az utolsó fél kantomban az a helyzet, hogy mondjuk nők nem szavazhattak. És hogy számomra a szabadság nagyobb érték, mint a demokrácia, és innen van szkepszisem mondjuk az egésszel kapcsolatban, de ezt most csak arra mondtam kiegészítésként, amit te mondta, hogy ilyen magától értetődő felsorolásként használod a liberális polgári és tudom, Nem tudunk példát arra, hogy a szabadságjogok nagy mértékben érvényesülnének olyan országban, amelyek nem polgári demokráciák. Ilyet nem tudunk. Hogy a polgári demokráciákban érvényesülnek ezek leginkább, az tény. A demokrácia persze, hogy nem lárd lár dolog, az kormányzás minősége múlik rajta, magán a versenyhelyzeten, magán a politikai teljesítmény elven, és éppen ezért van egy meglehetősen szoros összefüggés, nem kivétel nélkül, de meglehetősen szoros összefüggés amelyik azt mutatja, hogy a legszabadabb és legpolgári értelemben legdemokratikusabb országok egyben a leggazdagabbak is, és a, leg, és a leginkább teljesítőképesek, teljesítő képesek. Ahol az életszínvonal a legmagasabb. És ezt azt hiszem nehéz lenne cáfolni. A demokráciát és a szabadságot szembeállítani egymással meg lehetősen abszurd dolog. A szabadságjogokat ott biztosítják, ahol ez a pártok túlnyomó többségének közös érdeke, mert a verseny így lehet. Hát így lehet valóságos verseny, így vehetnek részt valóságos politikai versenyben, hiszen annak feltétele az, hogy a választók és a választhatók szabadon tevékenykedhessenek, sztrájkolhassanak, szólhassanak, szabad sajtó legyen, média, és így tovább. Független bíróság független intézmények, civil szféra, nagy mozgástérrel. Feri van hozzáfűzni valód? Hát, nincs hozzáfűzni. Én is így gondolom, hogy hogy, mert a demokráciát és a szabadságot szembenítani egymásra egy abszurditás. Na hát akkor ezt beszéltek meg mondjuk Max Weberrel és Körösényi Andrással, mind a kettő ezt megtette, és gondoljatok bele ott is abban, hogy az, az illiberális, demokrácia az pont erről szól, ott, ahol a, a, tömeg pillanatnyi vágya, elképzelése, akarata és érdeke szembe kerül az én szerintem szavatolt jogaimmal, és abban az esetben, ha szembe kerül, akkor az én jogaimot csorbát is fognak De miért a szemben? Körösényi Andrással és a Max Weberrel beszéljük meg? Tehát beszéljük meg Leninnel és Marxal. Egyet fognak érteni veled. És szerintem ugyanolyan minőségű emberekről beszéltem? Hát ez ö... nem csak az abszurditásra mondtam, hogy egyik ember sem. Bocsánat, ö, ö, Marx ö, volt akkor a szellem, igaz. mint a Max Weber. Mag és Marx, e... Marx, jó, oké, rendben, csak nem volt, nem volt, mondjuk, hogy. És stát, mondjuk. Lukács is igen jelentős szellem volt. És ebben a tekintetben, ebben a tekintetben nem értünk egyet velük. Hát ti. Mi? Igen. Mi? Jó. Én akkor regisztrálom ezt a különbséget, hogy szerintem, de igenis különbségbe kerülhet, de én tudok olyan államokat mondani, ahol önös érdekből, különösebb demokratikus intézményrendszer nélkül Például a gazdaság működése miatt nagyon szigorúan szavatolva vannak egyes szabadságjogi. Egyes szabadságjogi. Az az egy, amit tudsz mondani, nem, lehet, hogy tudsz nem, még, nem lehet, de, lehet, de nem lehet. sokat. És ha ha megnézed ezeket az országokat, akkor ezek levetették magukról a diktatúrát jelentős részben, mint Tájvan és Dél-Korea. Észak-Korea pedig nem, és a Vörös Kína sem. És ez nem, mind, és ez nem véletlen. Feri? Tehát ez a, ez a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha, ha tömegtámogatottsága, vagy többségi támogatottsága van anti, antidemokratikus törekvéseknek, ez a kérdés nagyon is felvetődött, és ez egy, ez egy, olyan probléma, amivel jelenleg is sokan, sokan foglalkoznak. És tulajdonképpen egészen megértető megoldás erre nincs. Ugye akkor, amikor a, a, még a parlamenti munka legelején számos MDF képviselő, mondjuk a mdf a az erősen jobb oldalából, teljesen fel volt háborodva, hogy az alkotmánybíróság bizonyos törvények, bizonyos parlament elfogadott törvényeket megsemmisítette. Azt mondták, hogy micsoda? Hát, hogy a parlament így határoz, vagyis a többség így határoz, akkor annak úgy kell lennie. Tehát hogy nincs joga egy, egy bírói testületnek szembe menni, vagy megsemmisíteni olyan jogszabályokat, amelyeket a többség elfogadott. És én azt gondolom, hogy az illetőnek nem volt igaza, aki ezt mondta, de a, a kérdés mégiscsak komplikált. Jó, akkor regisztráljuk itt az első pontnál, hogy beszélgetésünk első részén az, hogy azért vannak különböző demokrácia felfogások, ha nem, nem mások, akkor a tietek meg az enyém, egyelőre ennyi elég. Másik térjünk rá. Vagy a miénk és a marxi. Vagy a tietek és a marxi. Vagy az enyém és a marxi. Csak megjegyzem, hogy amikor ö, Marx... Ö, arról beszélt, hogy mennyire nem demokratikus és szabad a kapitalizmus, akkor nem létezett még demokratikus kapitalizmus. Nem létezett olyan ország, amelyikben általános titkos választások lettek volna. Mire létezett Marx már rég nem élt. Így nem van, rég, és nem egyáltalán jött. nem biztos, hogy, hogy a 25 év múlva, vagy 30 év múlva esedékes valóságunk már, mint az emberiségnek, az, az ebből az állapotból leírható, mint amiből most te beszélsz, hogy Marx akkor még nem ismerte, és amit most ismerünk, az majd érvényes lesz 30 év múlva. Na de. Tehát ez az első része. Térjünk át egy kicsikét Magyarországra. Egy kicsikét van egy olyan íve mind a ketten, amiről írtok. Szoktok, hogy nagyon nehéz évtizedek után, évszázadok után, de hát a demokrácia működését, vagy demokrácia nem működését tekintve évtizedek után, 1990-hez, vagy 90-re elérkezik az ország egy olyan ponthoz, amikor szabad választásokat tartanak, tartanak is egymás után. 5-2010-ben pedig bekövetkezik valami, és egy új rend épül fel. Rosszból jóba, jóból rosszba. Végtelenül egyszerűsítve mondhatjuk ezt. Hát végtelenül egyszerűsítve mondhatjuk. Aztán, ha részletezünk, részletezünk a dolgot, akkor akkor mindenféle árnyalásba belemehetünk. De ha végtelenül egyszerűsítjük, akkor igen, erről volt szó. Nem a 2010-es választásokon bukott meg a rendszer, mert hogy akkor senki se gondolta hogy egy ilyen rendszer, rendszert választ, ami kialakul. 2010-ben a Fidesz abszolút nyugatbarát, jogállambarát programmal indult. Nagyon-nagyon karakteresen ha megnézed a 2010-es választási programot, abban az van, hogy a jogállami normákat a lehető legszigorúbban betartjuk, és a bírói függetlenséget és alkotmányellenes törvényeket nem, nem hozhatunk, és Magyarországnak úgy kell működnie, ahogy a nyugati országok működnek hogy a magyar embereknek is részük legyen abban, amiben a nyugatiaknak részük volt. És igen, jelentős részben ezért szavaztak a Fideszre, hogy azt a polgári demokráciát, amit meglehetősen szerencsétlenül kormányoztak az első nyolc évben, azt most jól kormányozzák, és a Fidesz kétharmadát sokan úgy fogadták, hogy végre van megfelelő erő ahhoz, hogy a polgári demokrácia tisztességes működtetéséhez szükséges törvényeket meghozzák. Ezért üdvözölte a Fidesz kétharmadát a Kéri László, a Babarci Eszter és sokan mások, és a Kovács Zoli látta, hogy ez mennyire nem így van, ő volt a be közöttű volt az a Kasszandra, aki ezt megjósolta. Nem, hát nem, 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 van, nem, 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 nem. Ha már a De... Babarczi eszteret említetted, akkor nekem Babarczi eszterrel ott egy nagyon-nagyon sok körös vitám volt 2010-et megelőzően engem. Egyáltalán nem lepett meg, ami történt. Nagyjából kotta szerint írtam le. De hogy az a Oké, okay, csak, csak mondom, a... hogy ö, ö, én nem akartam azt mondani, hogy te ugyanazt mondtad, mint a Babarci Eszter, azt mondtam, hogy a Babarci Eszter ezt mondta. De és a babar, Babarci elnézést is kért tőlem évek múltán de nem ez érdekes ebből az egészből, mert ennek ellenére én megértőben viselem, vagy tekintem az egész folyamatot, mert ez egy folyamat, de most nézzük akkor ezt a folyamatot, hogy rosszból jóba, jóból rosszba, mi ennek az oka, miért történik meg az, hogy saját bevallása szerint is rendszert vált a Fidesz 2010 követően, már pedig saját bevallása szerint is rendszert vált, mert a Fidesz legfőbb ideológusa, egykori frakciótársa Tellér Gyula a 2014-ben egy nagy eszét írt, születette Orbán rendszer címmel, és határozottan az a válasza rá, hogy igen, tehát gyakorlatilag össznépi egyetértés lehet abban, hogy új rendszer alapult. Mi ennek az oka, mi ennek a sajátossága is a semmiből jött. -e? Hát a, a, a tehát az 1990 és 2010 között időszaknak számos hibája és megoldatlan problémája volt, amelyek hát sokféle társadalmi politikai okból keletkeztek. Részben azzal, hogy, hogy, hogy a, a, a rendszerváltás miben léte nem volt eléggé tisztázva, részben abból is lettek, legalábbis az első időt tekintve, hogy a, a két nagy pártnak, tehát az MDF-nek és az SZDF-nek a, a törekvései szembe mentek egymással. Tehát a, a, mondjuk az MDF egész leegyszerűsítve szól, szól ha szólunk erről, ugye el akarta távolítani azokat az újságírókat, akik az SZDSZ megítélése szerint a Kádár rendszer liberális újságírói közé tartoztak, akik nagyon sok rendszerkritikát fogalmaztak meg. Ezzel szemben a, 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 a MDF meg a gazdasági vezetőket akarta eltávolítani, mondván, hogy ezek a pártállamnak voltak a, a káderei. Például nem, nem, nem egyeztek bele abba, hogy rendőri vezetőket lecseréljenek, akinek az volt a, a hogy, hogy, hogy antidemokratikus módon elmegyünk rá. Szóval, hogy antidemokratikus módon éltek a rendőri hatalmukkal, mint például a Túrós András, ugye, aki a Miskolci gettót kezdeményezte, és majdnem meg is valósította. Szóval, szóval hogy, hogy, hogy olyan, olyan elvi különbségek voltak a két nagy párt, párt, között, hogy ezek egymást blokkolták, és nagyon sok, sok minden nem ment keresztül, ami tulajdonképpen keresztül mehetett volna. Hogy, hogy a, a privatizáció úgy zajlott, hogy, hogy akik többé-kevésbé hatalmi helyzetben voltak a változás előtt, azoknak nagyon jelentős lehetőségeik voltak arra, hogy, hogy az új rendszerben a felső osztályhoz a tőkés, vagy, nagy, vagy gazdál, nagy, a, nagy gazda tartozanak. Szóval sok ilyen volt, rengeteg minden lehet. lehet de, de, tehát, és ezzel kapcsolatban megfogalmazódtak már az alatt, a húsz év alatt is nagyon éles kritikák. Hogy ezt, és aztán, amikor, amikor amit tudom én, a, a, az MDF uralmi hatalom, hogy kormányzását fölvált, fölváltotta lényegében egy egy MSZP-s kormányzás, akkor, akkor ezek, ezek közül némelyeket változtattak, de volt, amelyeket tulajdonképpen megerősített az, hogy, hogy egy olyan, olyan politikai erő került lényegében hatalomra, amely nagyon sok szállal kötődött az rendszerhez, amelyet, amelyet a, a 89-90 felszámolt. Szóval nagyon sok oka volt annak, hogy, hogy hogy az embernek sok, sok, az ember van, egy csalódás. Ha már itt tartunk az MSZP, nem MSZP, MDF, SDS megkeseredett vitájánál és a 90-es évek elejénél él. Nektek egymással is vitátok van ezzel a kapcsolatban. Kőszeg Ferenc jobbnak ítéli meg az Antal kormány teljesítményét, főleg utólag, de utólag is rosszabbnak. Ahhoz egyébként mit szólsz, hogy a jelenlegi ellenzék soraiban a még aktívak közül, több olyan van, aki az Antal kormányhoz kötődött, mint aki a Szabad Demokraták Szövetségéhez. Tehát aki támogatóként vesz részt, nyíltan kiáll, adott esetben szakértőként is közreműködik, ez több van az egykori MDF-esként, és te, aki mondjuk megveszekedett ellenfele, vagy voltál részben az MDF-nek, meg azon az alapon, ami... Nem megveszekedett, hanem jó emlékezetű jó emlékezetű. No? Ez nekem eddig nem tűnt föl, de valószínűleg így van, ahogy, ahogy mondod. Ez egy minőségi hátránya a jelenlegi ellenzéknek. Sokféle minőségi kifogás emelhető az, az összefogott ellenzékkel kapcsolatban. Az 1905-ben összefogott ellenzékkel kapcsolatban pláne. De hát ez van. Hogyha én választhatnám meg, hogy kibuktassa meg az meg Orbánt, akkor az egy eléggé másféle ellenzék. De, erre. Meg, megbukik, De, megbukik Orbán? Ez, erre, erre már volt több kérdésem is az itt elsikadt. Mi történik egy választási nyeresség esetén? Hát a választási vereség esetén megbukik, mint ahogy mindenki megbukott, akit a választásokon legyőztek. A 90 és 2010 közötti választásokon ez egy kivétellel mindig megtörtént. Sőt, hogyha a miniszterelnök ez a, veszünk, ez, a, ez a sport, akkor... sportágat nézünk, akkor ez így van, hogy van aranyérmes, ezüstérmes és az a lényeg, hogy ki hol áll a tabellát. De a a politika, a társadalom, a közélet az nem ilyen, ezt megint csak nem lár dolog, hanem például van egy központi fogalma a hatalom. És egyáltalán nem biztos, hogy aki mondjuk a kormányzati hatalomból kibukik, annak a hatalma radikálisan fog csökkenni abban az esetben, ha a rendszer nem segíti ezt. Hát ez bizony, ez bizony így van, és ez egy komoly probléma. Amit, amin, aminek a megoldása nem lesz könnyű. De hát a rendszerváltása soha nem volt könnyű. Kilencemben sem volt könnyű. És, és soha sem volt könnyű. Mindig vannak olyan, hogy mondjam, hát ez egy tranzíciós folyamat, aminek rengeteg mellékhatása van. A, tehát nehéz lesz, persze. Nehéz lesz, de minden a jelenlegi helyzetnél jobb lesz. Szerintem. azon csak... rosszabb már nem lehet. De hogy nem. Na de jó, hogy jó, jó, jó. De, hogy de ebből a választéből rosszabb nem lehet. Szóval, szóval... a, a hát a, ezt majd mondd meg, hát hogy 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 miért, az, az, hogy, az, hogy, de hogy a, a, a most felbukkanó ha vannak, tehát azok, akik régi ismert nevek, azok inkább a jobb oldalhoz tartoznak, ez egészen természetes, hiszen a, a Márkizál Péter az nagyon is hangsúlyozza, hogy ő egy jobb oldali politikus. Tehát, tehát az, 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 az elég, elég, egyértelmű, hogy ő ebből a, ebből a merítésből akar, és nem, nem a régi lehet, hogy jobbak lennének, de hát azért nagyon nem mondjuk volna meggyőződött, hogy annyival jobbak lennének. De mindegy, ez, ez, egy, ez egy, csak egy ilyen. Hát, akik jobbak lennének, azok már vagy idősek ehhez, ö, 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 nyugdíjas korban vannak, vagy már nincsenek. Feri biztosan jobb lenne, Na, de em, hát em, a nem, Feri már nem, 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 nem szeretnék, em, Várhatjuk, nem szeretnék. Hogy, hogy miniszter legyen. Mondok egy hardabb dolgot, ami, egy, ami egyértelműen el tudja határolni egymástól a 2010 előtti rendszert a 2010-ből megszületett, 2010-ben megszületett rendszertől. 1989-ben gyakorlatilag az összes hát nem tudom, hogy társadalmi csoportnak, de elit csoportnak gyakorlatilag az teljessége részt vett az új rendszer kereteinek megalkotásában valamilyen módon. Vagy a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon, vagy pedig részeseként az azt korrigáló négyigenes népszavazás kezdeményezőjeként. És ez alapján kialakult egy olyan alkotmányos rend, amelyet ugyebár elfogadott még az utolsó pártalami országgyűlés, kiegészítve a népszavazás eredményével, amelyet egyetlen egy politikai párt 1990-ben meg nem kérdőjelezett, mármint akik bekerültek a parlament. A négy igenest azt megkérdőjelezte az MSZP, népszavazást tartatott a 1990-ben Király Zoltán és az MSZP kezdnek, Király Zoltán akkor még mdf képviselő volt, és gyakorlatilag érdektelenségben süllyedt, de amit ott a nép akkor meg, megteremtett neki, az bekerült az alkotmányba, mások megpróbálták visszakorrigálni nekik. Nem sikerült, gyakorlatilag a elit csoportok szintjén a pártvezetők szintjén, amelyek aztán 90-ben maguknak társadalmi támogatottságot is tudtak szerezni, felmutatni, ez nem egy megkérdőjelezett alkotmányos rend volt. Tevőlegesen és hallgatólagosan az összes fontos politikai erő részese volt. A jelenlegi pedig az. A jelenlegi, a jelenlegi esetében igen. pedig az történik, hogy az egyik politikai erő, melyik ugyan a nagyon nagy felhatalmazást szerzett választáson, de mégiscsak az egyik részét képviseli a magyar társadalomnak, a politikai közösségnek, a saját alkotmányát alkotta meg. Ez még nekem ezzel szemben még akkor is lehet kifogásom, ha mondjuk tetszene a végeredmény. Bizony. Nem tetszik, de ez most más kérdés. Ez szerintem egy egyértelmű vízválasztó. Na de az a kérdés, hogy ehhez az ember hogyan viszonyul. Abban az esetben, ha azt gondolja, hogy megint csak a fél társadalomra támaszkodva egy másikkal próbál vagy így, vagy úgy a helyébe lépni, akkor a B hagyományt fogjuk folytatni, nem az át. t Ó, dehogy is nem. Hát, hogyha egy olyasféle berendezkedést állítunk vissza intézményi szempontból, ami 90-ben elfogadott volt, akkor, akkor 90-nél tartunk. Kész. Hát azzal a különbség, hogy már csomó ember nem él, aki nem akkor jött, és ezen, ezen ezen nem lehet. Ezen nem lehet segíteni. Csak, még, csak egy apró megjegyzés, hogy hogy ami a elfogadottságot illeti, hát például ezt a MDF-SZDSZ megállapodást, a Fidesz nem fogadta el. Mindenféle érően voltak ellene. Nem olyan lényeges. Most már ennyi év De nem a tartalmi kifogásai nem voltak olyan súlyosak. Hát főleg az volt a kifogásuk, hogy ők nem voltak benne. Hát meg az, hogy a Fidesz nagy koalíciót szeretett volna, hogy, Így hogy, van. hogy, a, ő maradhasson ellenzékben. Ez, nem, mert... csak nem csak egyért egyébként ez az, ötlet, hogy, legalábbis időlegesen nagy koalíció legyen, A szerintem nem volt jó stopaság, de ez Én gyermek. minden esetre annak a híve voltam. Majd a nagy koalíció. A, nagy, a, 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 lehető legnagyobb koalíciónak abban a néhány évben, ami a tranzíciós válság és a nagy voltak. Ezt annak idején meg is értem a de magyar ez, De ez az a helyzet, Sándor, hogy a maradván még ennél a két évtizednél, hogy, és én ezt érzem a mai napig, hogy annak ellenére, hogy bármelyik félnek lehetnek súlyos fenntartásai a másikkal. Akár olyan érvet is tud mellé hozni, mint amit mondjuk előbb én tettem, ami szerintem eléggé fogható, és mondjuk szemtelen. A jelzők szintjén nagyon-nagyon gyorsan elszabadulunk, és az tényleg mérgező abból a szempontból, hogy nem állunk meg annál, hogy az aktuális ellenfelünk a létező legrosszabb történelmi személyiséggel kerüljön egy polcra. Ez igaz volt nagyon sokaknál már az Antal kormány idején, az első Orbán kormány -nyal szemben is baloldali és liberális körökben, igaz volt jobboldali körökben, Hornyulával szemben, majd Megyesi Péterrel, majd aztán önbeteljesítő módon Gyurcsány Ferenccel szemben, és igaz a mai napig is. Ilyen helyzetben, ugyebár nagyon nehéz egyáltalán felvetni nagy koalíciós elképzeléseket, illetve azt is nagyon nehéz felvetni, hogy valamiféle méltányosságot tanúsítsanak egymással a szemben a felek. Hát intézményes és jogi méltányosságot mindenképpen. Miután a szabadságjogok mindenkire vonatkoznak, a bírói függetlenséget is mindenki élvezheti és elviselheti. Milyen egyéb méltányosságról lehetne szó? Hát rengeteg, mint pedig minden nácizanak le, tehát az... Hát, az... Igen, indokolt volna, indok volna, hogy olyan, olyan, olyan viszonyok volnának a politikai életben, hogy hát mint egy, klub, egy jó klubban. Tehát, hogy én e én egy pártot tehát... náciztam le, a Jobbikot. Amikor az is volt. Most az átlátszóban nácizta le Orbán Viktort. És én nekem ez is túl van. Igen, de nem akkor, amikor náci volt. Ez azért különbség. Szóval. Már hogy ki volt náci? Már hogy amikor én lenáciztam a jobbikot, akkor az volt. Amikor az Orbán Viktor náciszta le, akkor nem, nem, Nem az Orbán, hanem a Feri nácista le az Orbán. Az Orbán? Ja, hogy te nácista vagy. Hát ezt nem tetted jól. Én se gondolom. Mire van valami, amiben nem értünk egyet, Antal József mellett? A, a Jó, fedélet. én a következőt kér, kérdeztem, ezt egyfelől, ugye akkor még egyszer regisztráljuk azt, hogy vannak különböző. Mert, mert fönn van egyébként, bocsánat, mert fönn van ez a cikk a jártátszón. Tehát, akár még ma is elolvashatod. Ez a legfrissebb. Igen? Legfrissebb. Ami ma jelent meg. Igen. Hát ma jelent nem, meg. Nem, pénteken jelent meg. Igen. Ma pént, egy élmény Egy, és, és hát eddig mással voltam elfoglalva. Én a Feri lelkes ö, olvasója ö, vagyok, de hát ma eddig Szóval szóma vannak különböző demokrácia felfogások. Megéltük különböző különbözőképpen a 2000, 90 és 2010 közötti időszakot szerintem egyébként annyira nem is különbözőképpen, és egészen más reményekkel és elképzelésekkel viseltetünk 2022-vel kapcsolatban. Én nem hiszek rendszerváltásban, és azt gondolom, hogy az ellenzéknek ez egyáltalán nem is célja. És azt hiszem, és szerintem. Támasztod el. következőkkel. Abban az esetben az ellenzéknek komoly baja lett volna. Azzal az alkotmányos rendel, ami 2011 és 2014 között kialakult, azért mondom ezt a három évet, mert az utolsó jogszabályok még 13 végén születtek meg. A választójogi törvény például 2012-es, tehát nem csupán az alkotmány elfogadásának évét mondom erre, ha akkor nem vesz benne részt. Ezt visszautasítom apám és nagyapám nevében, meg egyéb családtagjaim nevében, akik a szociáldemokrata pártban politizáltak a két világháború között, miközben a lehető legélesebben elutasították azt a rendszert. Részt vettek a választásokon, amelyeknek a rendszerével nagyon nem értettek, nagyon nem értettek egyet, és egyébként az, hogy részt vettek 22-ben miután 20-ban nem, az, az nagyon fontos volt a betlen isván számára. A betlen Peyer paktumnak az egy nagyon fontos és nagyon ritkán említett része volt hogy a Budapest és a megyei jogú városok titkos választását a szociáldemokraták Pejer Károly harcolta ki. Ez volt a paktum feltétele. Ez volt a feltétele annak, hogy a szociáldemokraták részt vegyenek a választásokon. <kül> és ezzel mondhatod, hogy legitimálták a nyílt választásokat, hogy hozzásegítettek a betleni konszolidációhoz, de azt nem mondhatod, hogy, hogy ne álltak volna szembe a rendszerrel, ne akartak volna egészen más rendszert, hogy ezt ne hangoztatták volna, nagyon is élesen. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon mert... rossz történelmi analógia, mert azért, mert hogy a jogkiterjesztés folyamatában megyünk -e előre, vagy mondjuk például egy radikális jogfosztás után időpontban, hogy cselekszünk, ez a kettő nem vedhetetlen. A, a lehető legradikálisabb jogfosztás volt, amit a Betlen alkotmány ellenesen a 22-es választási nem is törvényen, hanem rendelettel, rendelettel bevezetett. De magával a, a, a politikát, mondom, ez egy szerintem teljesen légből kapott politikai analógia, ez semmilyen módon nem áll. Nem, azért, hát, be, azért be, mert, azért mert, mert pont is, ha erről szól az egész könyved, erről beszélünk idáig, Magyarországon egyetlen egyszer volt valamiféle általat sztendernek megfelelő eh, választójogi törvény tervezet, Szerencsé, ami, nem, a, csak Igen? ami egyébként eh, választásokig nem tudott eljutni, 18-19-ben, még a proletár diktatúr előtt, ehhez képest maga a, a választások működése a politikai rendszer nyíltsága 67-től. Kezdődően, nem, nem, egy, nem egy folyamatos beszűkülő rendszernek, amelyet a, egy tehát a beszűkülést hagyta ott jóvá. A szociáldemokrata de párt... Nem de 20 nem, 20. mert a szociáldemokrata párt képviselője a forradalom alatt volt önmagában a dualista parlamentben szocdem képviselő eh, frakcióval, hát most 14 vagy de 15... 20-hoz képest, az 1920-hoz képest... Amikor 20. egy darab szociáldem képviselő nem volt. Hát mind. persze, mert hogy a fehér terror dúlt, eh, amikor eh, szociáldemokrata Tömegei emigráltak voltak, börtönben, internáló táborban, meggyilkolták, meggyilkoltak egy csomó embert, életveszélyben voltak, szétverték a népszava, a világ és az azest szerkesztőségét. Persze, hogy ne mint hogy, de azt akarom, 20 azt hogy azt képest, a 22-es választási törvény az egy hatalmas visszalépés volt. A 20-hoz képest? 20-hoz képest. Igen. Amelyben egyébként nem vettek részt a szociáldemokraták. Hát, de részt vettek volna, hogy ha az a választási törvény marad olyan körülmények között, amikor nem terrordul az országban, amelynek jelentős része egyébként megvan van szállva. De 1867-től 1922-ig a szociáldemokrata párt az utcán, illetve a szellemi életben játszott befolyást, és nem az intézményes politikában. Ehhez képest képest a számukra előrelépés, hogy 22-ben parlamenti képviselőként kerülnek be. Ugye összesen hujan, 25 kerül be, mert a bizony limitet kitöltötték, 25 kerül be az országgyűlésben. Egyszerűen egy olyan helyzettel akarod egybevetni, amikor mondjuk 1900-tól 22-ig szociáldemokrata kormány lett volna, ráadásul valami olyasmi kormány, amik nagy részt ki is elégíti az elvtársak igényeit, és akkor ehhez képest 20-ban bevezetnek egy új alkotmányt, és 22-ben nekik jóképpen... Nem ez Kérdés. kérdés az volt, hogy lehet-e a parlamentben ellenzékiként megmaradni egy olyan rendszerben, amelyet alapvetően nem fogadnak el. Lehet. Ennyi. Nem. Én azt De mondtam, hogy lehet. legitimáltak. Én ezt mondtam, Ahol, hogy legitimálták, Ami sok, legitimál. sok mindenből nem, áll össze. Nem, nem csak a parlament jelenlétből az, áll össze, hanem még egy igaz. csomó minden. Nem igaz. A, végig részt vesznek a polgári demokráciák parlamentjeiben a kommunisták, akik nem legitimálják a kapitalizmust. És ott vannak. De esetenként uh, még a kormányban is benne vannak. És ezzel most mit akarsz mondani? Ezzel azt akarom mondani, hogy az nem igaz, hogyha valaki egy rendszerrel alapvetően nem ért egyet, akkor nem maradhat meg annak a parlamentjében. Ez nem igaz, megmaradhat. A és erre u... rengeteg példa van. És, er, és ezeknek a kommunista képviselőknek az egész politikai tevékenységét az ellenfele is finanszírozza, ugye? És nem nem hihetetlenül nagy bázissal bíró tömegpártokról beszélgetünk. Mi, miről beszélsz? Hát e, Lengyelországban is e, benne ben, ben vannak a parlamentben a tuszkék. E, amikor. És szerinted a lengyel, lengyel helyzet az adekvát a magyarra? Hoztak új hát alkotmányt Lengyelországban? Annyiban, e, hát, e, hogy a lengyel e, helyzet e, is igen jelentősen eltávolodott a polgári demokráciától, az biztos, hogy a Tusk pártja azt a rendszert, ami a Kaczynszkékkel kialakult, nem fogadja el, az tény, hogy benne vannak a szemben, az is tény. De az is nem mondom, hát a kommunisták Nem történt, erre, de hát nem kommunisták... történt alkotmányos változás Lengyelországban. Sándor, miről beszélsz? A rendszer, a rendszer ott is megváltozott, ott is illiberális a rendszer van, de a kommunisták még jobb példát mutatnak erre. Évtizedek óta bent vannak a nyugati országok parlamentjeiben. Hát gyakorlatilag... És a német... Sőt, a, tehát, nem, nem, voltak az 50-es években. 50-es 50 években voltak benne, de hát mondj egy olyat, ahol most éppenséggel kommunisták kormány, ugye a parlamentben vannak. Grácsnak átvették jelen pillanatban a vezetését, az és rossz kommunisták hát, vannak kérdés, kérdés, Mert, mert, mert a, a kommunista pártnak a, az, a, az a tömeg ereje, meg az a hit a kommunizmusban, ami mondjuk 51-ben létezett, mert már, már nem vízik. Hál' Istennek. Akkor voltak benne a legnagyobb erővel, amikor leginkább opponálták a kapitalista rendszer. Az azt, olasz kommunista, bár, a francia kommunista. Igen, bár, a erre ért, kommunista erre írta azt Kis János 1989 nyarán, amikor a részben a nemzeti kerekasztaltárgyalások voltak, részben indult az ellenzék az időközi választásokon, hogy Azért nem fogadhat el a magyarországi ellenzék egy olyan alkut, amelyet a Lengyel Egyesült Munkáspárt kínált a Szolidaritásnak, mert nem azért, mert mi annyival előrűsebbek vagyunk, mint a Szolidaritás, hanem azért, mert annyival gyengébbek. Nem érhetjük be azzal, amivel ők igen, mert mögöttük ott áll a Szolidaritás milliós tábora. Mögöttünk meg nem állott, csak az igazságunk ellenzék mögött sem állott a szervezett milliós táboron, apró kis pártocskáknak az egyébként a nomenklatúrái, mindegy. Nem, hát de, de, de. Az, az, az előválasztás nem azt mutatta. Mutat, tehát mégis mégiscsak 800 ezer ember részt vett az előválasztáson. Hát ez nem egy többség, a, a 6 millió, vagy majdnem 6 millió szabadalmi jogosult között, de azért egy jelentős. Ezt tudod, hogy ez hány ember, felé. Ha most a, a... De ne viccel, hát nem annyi a, az ellenzék támogatottsága, ahányan az előválasztáson részt vettek. Hát már 2014-ben 45%-ot kapott, nem is egészen annyit a, a, a Fidesz, a többiek meg valamelyik ellenzéki pártra szavaztak. Így van, ebbe beleértve az által éppen náciknak nevezett jobbékot is. Igen, igen. igen 55%-ot kapott akkor a parlamenti ellenzék is. Fidesz? így van, beleértve mondom még egyszer a nácikat is, aki mármint az általad náciknak nevezett, akkor jó, szerintem Én... akkor sem volt náci, de mindegy. Hát ö, akkor a Kurucinfo abszolút a jobbik háttere és szócsöve volt, és azt már nekem nem mondja senki, hogy a Kurucinfo, amik szálasítól Hitlerig mindenkit adorált, nem volt náci. Nem, akkor ezt, ezt rosszul tudod, 2014-ben már nem a jobbik hivatalos fóruma volt, az ugye egyes személyekhez kötődik, soha nem is a párthoz kötődött. Hát, um, a novák előtt. No, a az a helyzet, kérdezés hogy kérdezés. szerintem ezt a veszekedést valamikor folytathatnánk, csak lejárt az időnk. Szerintem akkor ezt prolongáljunk egy innen egy összeveszést a választások utára, amikor el tudom mondani, hogy nálám volt. Miben? Mi nem jósoltunk. Nem a választás eredményére az, hogy ki és mit akar, csak szerintem az a választások eredményének fényében világosabban fog látni. Hogy is mondjam. Nem, akkor a... még nem fog világosabban látni semmit sem. Akkor például most jósoltál? Sem azt hát, na de, mert hogy akkor még nem fog kormányozni. nem azt mondtam, hogy ha, ha elvesztik a választás, ha nem nyerik meg a, választásokat, azért nem fognak kormányozni. Ha megnyerik, azért nem, mert még nem kezdtek hozzá. Hát ez a maga, majd maga, maga az a tény, hogy, hogy az ellenzék esetleg győz, az nagyon jelentős. Szóval mindenképpen, mindenképpen érdemes Jó, beszélni, hogy mit várunk ettől. Hát persze, hogyha nem győz, Szóval nem tudom, hogy most szerintem nem nagyon érdemes elhatározni, hogy akkor negyedikén tartsunk egy. Már egy, negyedikén biztos, hogy nem fogunk, hanem mondjuk április folyamán valamikor. Igen, igen, igen. igen. Negyedikén én hulla leszek. Hát harmadikán számálom a szavazatokat, kora hajnaltól később. Mi meg itt ülünk bent, majd a Krisztiánnal, és az egész, lesz egész egész, egész, egészhetünk, amúgy is húzós lesz. Na jó, köszönöm szépen, akkor köszönjük neked egy Révész Sándornak, hogy ide volt. Lett ebből valami? Még De egyszer? Lett ebből valami? Ebből a podcastból? Persze. Uh -huh. Hát miért ne lett volna? Dumáltunk mindenféle okosságokat, kivéve amikor nem okosságokat dumáltunk, hát persze. Én ezt mindenképpen behagynám, sőt, ezt előre venném, jó?